Jó estét! Mély fejes ugrással a közepibe a tavaly először egy tíznapossal kezdtem a zen és azóta is egyfolytában itt vagyok. Pedig vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy itt se legyek. Nem olyan rég beszélgettem a barátnőm videsanyjával, mert olyan 70 év körüli, és mondtam neki, hogy jövök Esztergomba itt az erdő közepén meditálni, és csendben lenni meditálni, de hát a matematikus vagy. Igen. Ennek ellenére nem összeférhetetlen a, a két dolog, úgyhogy mégiscsak itt vagyok. Um, hogy mit ad nekem ez? Régebb úgy, régebb, úgy értem, hogy a zen előtt régebb. Um, ha oda jutott az élet, hogy túlpörgött, vagy um, úgy éreztem, hogy, hogy csúszik ki a kezem közül, akkor a legjobb dolga, amit el tudtam képzelni, az volt, hogy elutazom valahova. Vettem egy repülőjegyet, és elmentem két-három napra valahova. És ez általában annyira helyre tett, hogy um, tudtam tovább pörögni. Mert az élet nálunk elég pörgős. Egy bíróságon dolgozom, ahol határidők vannak egymás hegyén hátán. Egyedül nevelek egy 7 éves gyereket van, ráadásul külföldön, ahol teljesen egyedül vagyok. Viszont ma ez már sokat változott, mert most már választok a kettő között. Vagy elutazom valahova, vagy ide jövök. És általában, amikor ide jövök, az még több segítséget, még, még jobban feltölt, mint eddig az utazás. Mindig tanulunk újakat, ugye? Annak, hogy hogy idejárok, kezdenek lassan lenni kézzelfogható hétköznapi hatásai is. Nem csak az, hogy, hogy tanulok meditálni, és hogy ez milyen hatással van rá, mint a szellemi életemre milyen hatással van, hanem gyakorlati fizikai megnyilvánulásai. Amikor Frankfurtban a csatlakozó, átszálló repülő járatomat törölték, de nekem aznap este haza kell érni, mert ott van egy gyermek, akit ágyba kefektetni. Már nem az az első reakcióm, hogy előjön belőlem a tüzes székely menyeske, aki egy ilyen lángszóró pisztolyjal csinál utat magának a következő járatig, hanem egy sokkal árnyaltabb verzióval ott, ott perzselgetek még, ez igaz. Tehát mi nem tartunk ott, hogy teljes nyugalommal uh, fogom intézni ezeket a dolgokat. Nem. Annyira azért nem. De sokkal visszafogottabban fogom uh, megtalálni azt a megoldást, ami éppen uh, megtalálható. Ez biztos. Illetve van még egy másik vonatkozása, ami talán, aminek talán még jobban örülök. És az... Uh, hogy az, amit itt magamba szívok, és amit innen magammal viszek, valamilyen formában átmegy a gyermeknevelésbe is, és ez nem tudatos egyáltalán, tehát én fogalmam sincs, hogy ez, ez hogy lett, vagy hogy, hogy csinálom, hogy, hogy mondok valamit, vagy a viselkedésen változott, vagy igazából nem tudom, hogy mi történik. De tény, hogy volt egy ilyen jelenet a télen, itt voltam a kjócsén és ez a szegény kicsi gyermek ott otthon egyedül, és két napot barátoknál kellett aludjon. És nagyon el volt anyádlanodva, hogy felhívtam telefonon, hogy kicsit, kicsit lelket öntsek bele, és beszélgettünk, beszélgettünk. És a végén gondoltam, hogy hát na, akkor most már javult a helyzet, jobban lesz, jobb lesz a lefekvés aznap este, és megkérdeztem tőle, hogy ma este kicsit könnyebb lesz, akkor majd. Erre azt válaszolja, hogy azt még nem tudom, mert az még nem jött el na ez, amikor ilyeneket hallok tőle, akkor, akkor, gondolok arra, hogy ez, hogyha nem lennék itt, akkor nem, való, nem biztos, hogy vagy legalábbis azelőtt nem volt így. Ez, ez, valamilyen formában ennek a, annak a hatása, amit én innen magammal viszek, és a, amit ez rajtam változtatott az elmúlt másfél évben. Mert hát ez csak egy, egy másfél év nekem egyelőre, Ja, igen. Hát van még egy másik nagyon jó történetem a fiammal. Elmegyünk ebédelni, nagyon rossz evő, úgyhogy amikor csak lehet, előjön belőlem ez a gyermekét minden áron etetni akaró anya. És az én ebédemmel hoztak egy frissen sült zsemlét, és gondoltam, hát ez annyira jól néz ki, hát, hát ha ő is akar egy kicsit. És megpróbáltam valahogy eladni ezt neki. És akkor megkérdezte tőlem, de honnan tudom, hogy frissen sült? És akkor hát én ott mondtam valamit, hogy hát milyen szép ropogós a héja, és hogy látszik rajta. És erre azt mondja nekem, hogy uh -uh, rossz válasz, próbálkozzál még egyszer. Uh, szinte elkaptam a kanalat az asztalra, hogy az asztalra üssek. Aztán, amikor kicsit <laughs> felolcsódtam a nagy meglepetésből, mondtam neki, hogy hát nem tudom, szerinted, hogy, hogy, hogy rossz válasz? Hát onnan tudod, hogy megkóstoltad. Ennyi. Nem tudom, hogy én ezt, hogy, hogy, ez hogy, hogy, ment tőlem oda, mert bennem ez így nincs meg. Én nem tudok így konokra válaszolni, az egyszer biztos, vagy legalábbis még nem. Mindenképpen ez egy, egy, olyan hozzáadott érték az életemhez, amit, amire egyáltalán nem számítottam. Persze jobb lett volna korábban megtalálni, mert tény, hogy mintha kerestem volna valamit, de nem tudatosan kerestem. Tehát soha nem volt egy olyan, hogy akkor én most... Tehát nem éreztem azt, hogy nem tudatosodott bennem az, hogy, hogy valami hiányzik, vagy valamire még szükségem van, vagy van valami, amit segítséget kaphatnék. Ez egyáltalán nem volt meg. De akkor, amikor ezt megtaláltam, akkor, rá, akkor jöttem rá, hogy igazából én már nagyon-nagyon rég keresek valamit. És mellett közben kipróbáltam egy csomó mindent, felületesen ez igaz. És soha nem ragadtam meg sehol se. Végül egy nagyon kedves barátomon keresztül ismerkedtem meg a zennel és csongászonimmal. Egyből leragadtam. Tehát ez volt az, ami tényleg annyira megfogott és megtartott, hogy teljesen magától értetődő, hogy én ezt igenis folytatni fogom, és ez állandóan része lesz a, az életemnek. Azt is megkérdezte egyszer a hét a éves fiam, hogy hogy kell meditálni? Meg kell tanulni. Vannak erre különböző módszerek, és akkor meg kell tanulni. Nehéz megtanulni? Mit válaszol erre egy hét éves gyermeknek? Amúgy az első gondolatom az volt, hogy nekem ez egy kicsit, tehát az első a reakcióm az, az lett volna, hogy azt válaszoljam, hogy minél többet gyakorolsz, annál jobban fog menni a dolog. Illetve hát ugye minél több időt töltesz vele, Én ismét csak, annál jobban fog menni a dolog. Csak hát, ugye, hát ezt a hét évesnek nem lehet mondani. De elhoztam ide egy zentáborba néhány hónap alatt. Hát ez egy hatalmas siker volt. Bejött az éneklésre, és végigült egy éneklést. Uh, meg volt mondva neki, hogy akármikor kimehet. Tehát ez nem volt kötelező uh, ott ülni. És uh, még az eligazító beszélgetésekre is bejött, ahogy az emberek kérdeznek, hogy mi a meditáció és satöbbi. És akkor mondtam neki, hogy na, tessék, ide beülsz, és el fogják neked magyarázni, hogy mi a meditáció. És ott ült, hát minimum egy fél órán keresztül az első sorban, és hallgatod a szólni voltak, hogy magyarázta, hogy hogy kell meditálni. És én már ettől, nekem ez egy akkora hatalmas sikerélmény volt, hogy uh, már ettől annyira jól érzem magam. További uh, jó gyakorlás nekünk, és uh, köszönöm a figyelmet.